A szakma egyértelműen a belföldi turizmus élénkülésére számít, és előreláthatóan idén-nyáron változnak az utazási szokások is. Jellemzően idén nem kívánnak messzire utazni az emberek, és inkább csak néhány napos kirándulásokat terveznek. Az is új trend, hogy a látogatók a kellemes városi környezet mellett egyre inkább a természetközeli helyeket részesítik előnyben. Akár a városon belül a Sóstó, a Csónakázótó, a Koronás Park olyan helyszínek, amik ennek megfelelnek, de hát ugye a város környékén pedig rengeteg természeti lehetőség van. Éppen ezért idén a székesfehérvári turisztikai kínálat zászlós hajója a Sóstó lesz. Ezt a területet erősítik további programokkal. A szokásos szombati ökotúra mellett újdonságokkal is készülnek a látogatókra. Kidolgoztak a kollégáink egy olyan szolgáltatást is, ami egészen kis csoportok számára, családok számára a látogatóközpont munkaidejében bármikor rendelhető, akár gyerekekre szabottan is, játékos formában családi túravezetés. A Sóstó mellett számos más élményprogram is vár a természetkedvelőkre Fehérváron. Újra megnyitotta például stégjeit a Csónakázótó, kajakozási, kenúzási és csónakázási lehetőséggel.